Istenem, éppen megyek! 24 órás, meg az az időt az adott. Nem? A tábor vezető a Pista bácsi. Hát én ezt tudom. A tábor ügyeletes leszek. Most én kár egy időt. Érts a dolgot. Van egy tábor, van egy vezetője. Magam beosztottam. És hogy ne a vezető legyen éjjel-nappal a felelős mindenért, ezért egyszer ő az ügyeletes, akkor ahogy ügyeletes a vezető helyett ő felel mindenért, hogy úgy történjenek a dolgok. Aztán ő, most mi átvesszük a távolügyelet vezetői szolgálatot. Te pedig a távolügyelet vezető helyettesét. Viszont én a távolügyelet vezető helyettesét. Szolgálatot átvezetem. Átadom Pista bácsinak. Nem, te át. Ennyi? De amit én kaptam, az nem ilyen volt. Mi van? Az nem, mert az egy igazi szolgálatkeretez, mint itt fel van itt is kézbedett. A funkcióját tekintve ugyanazt. Nem, 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 is tudom, hogy ez hogyan lenne itt. Na nézd csak, Juditka, az igen. Egyiket innen fűzem be. A másikat meg onnan? Szemből, igen. Aha. Ne lopjad, jól néz, ne lopjad a színemet! Lopja a színemet! Ki lopja a színedet? Ő. Te. A lépés ugyanaz. Ne ütöges! A lépés ugyanaz. Fogszabályzó. Egyet. Ez nagyon goromba volt a legszabályzó. Ez nagyon goromba. Hát amik a fogorvos! Attól, hogy a nagyoktól eltanultad. A szamásságot. Na most figyelj, Judit. Igen. Most a pirosnak na, kell jönnie. Ugye milyen érzés, amikor megütsz már? De csak fejbe legyintette lelki, és nem komolyan ötetek. Figyelsz, hogy figyellek. Jó. Attól. Alatta. Tök jól nézni. Csak ezzel jár a szám. Igen. Lobinén. Most találtam ki ezt. Oly, de szép. Le, gyönyörű. Utána választhatsz majd egy simát, és utána akkor megint lehet ilyen csíkosan. Vagy két sima, és ennyi. Jó, ja, jó. Ja. Az úgy van. És akkor mi ezzel három színnel vigyázz arra, végül. Tudod, hogy a buborék az meglegyen. Milyen buborék? Hát, itt tudja, hol alszik az Olivácsi a kocsiban? De hogy? Meglepve hallom. Térjön most akkor. Kocsiban alszik az Olivácsi. Ugye, és alulról. Volt olyan terv, ezt nem rosszul tudod, hogy tényleg úgy volt, és én is azt mondtam, kék hogy jön. Ott fogok, de mégsem így alakult történelmileg. Hoppá. Hátulról megyek inkább, nem akarom szabálni. Köszönöm. De akkor semmi. Még szerencsé, hogy a villámnak ilyen kitűnő izéje van. Nem. Zoli bácsi úgy döntött, hogy még van egy hely a... És kihasználtam a lehetőséget. Igen. Képzeld el! És azt mondta, hogy jé, Gabi néni mellett van egy üres ágy, és ott is. És így lett. És nem is úgy volt. És ahogy gondolta, úgy tett. Rám, meg a lány! Semmit, nincs, berúgtatok. Csugacádról neki 10-be 10 tesszük. Saját, nem az enyém, de én kértem kölcsön valakitől. Körülbelül 3 éve, 4 éve. És azután le van? Mondtam, hogy te is azért valahova tartozol. Hányat lesz, hányat szabad lőni?
mindenféle rossz meg. Mondtam, te is valamilyen rossz vagy, mert mindannyian valamilyen rossz vagy. Hát, bocsánat. Mondtam, hogy úgy vigyázunk rá, mint a szemünk fényére. Megnyugodott. Várjál még azzal a lövéssel, jó? Várjál még ott. Megvannak a veszők? Mindjárt lehet. Akkor picit ilyenkor, most lőhetsz már. Szép volt. Na? Belement? Nem. Poli ment. Akkor jól láttam. Az se volt messze, de elment. Én nem tudok nyilazni nagyon, én nem szoktam, évente egyszer megmutatom, hogy kell. Na, ez tényleg nem sok van. Mennek fel a hegyre, Márton. Ez picit kicsi volt. De belement, nem? Nem. Nem, ez itt alatta kaptam, tehát... Mert rövid volt, vagy túl közel, alacsony volt. Azt itt onnan belövő. Nem tudom. Az jó. Na tessék, egy talán. Ez éppen pölletője. Jól lehet lőni ezek? Levideózom őket. Ugyan? Gyerekes család, kisgyerek meg a család. Hogy rá lehet? Közelebb is lehet? Nem, meg a 20-szoros. Digitálisan lehetne közelebbre is, de... Az... Távolabb is lehet sokkal. Hát. Lehetne egy javaslatom, figyelj! Hozz egy veszőt, nem fogom eldőlni. Készítsd föl a lövésre? Nem. Hegyét told át erre az oldalra, így van is, itt fusson. Alá. Alá rakod, elengeded, és akkor most nyugodtan készülődhetsz. Várj egy kicsit, kimegyek. Nem. Ezeket majd vissza is kell hozni, csak tud. Ja. Oké. Okay. Ne fogd olyan erősen hátul. Hátul ne fogd, hagyd, hogy fusson a vessző. Ne te akart húzni, majd a húr húzza. Úgy van, csak két ujjal húzd. Azt ne fogd meg, mert akkor nem megy a vessző. Nem, úgy. Ne engedd el a jobb... A... Várj egy picit. Figyelj, megmutatom, nézd ide. Tehát így megfogod. Itt beilleszted. Jó? Itt van. Utána ettől kezdve itt már szalad ez. Ha itt nagyon szorongatod, akkor így mozgatod. De ha nem szorongatod, hanem csak a húrt húzod, akkor jön az magától. Így kihúzod, és akkor oda lősz. Nem sikerült. Oké? Okay? Kicsit fájós, de úgy van. Hát az ilyen szépen megy az. Te is látom károsan. Kicsit rövid. Te videózzam már, Olibá? Ha már lemaradtál, már később, már nem valami videózzam. Mi áskodok azt a videózzat? Most jön a tudat mellettre. Ja. Nincs visszaút. A YouTube-ra? Igen, bármire, igen. Nem, Ustream-re. Nem a macskára lövő. Jó, szekény cica. Nem volt rossz lövő, de ez olyan hülye macska, hogy ráment a nyílda. Arra lőttél, nem? Nézd a macskát. A végén. Nem viszi majd. Ne videózzuk a motorokat is. Zolibá, ide! Most semmi közön. Jaj. Jaj. Nézzel, legújabb csepp. Viszlát. Videózom már, hogy íjazó. Ki a következő? Én. Oké, onnan lősz, Bence? Ugyan.
Jó. Hadd mondjam. Ha várj egy picit. Így, ha megfordítod, akkor merőlegesen fog menni, jó? Most fogod meg. El fogom engedni a veszőt. Próbálj meg odafigyelni, amit csinálsz, és akkor nem lesz gond. Várjál, félreállok, mehet. Szerettem valamit mondani. Retka! Jó, szép volt. Belement? Nem. De ez attól még szép volt. Gondolom először lőttél, nem? Tegnap is lőttem. Tegnap is lőttél? Mi van ez? Az élőadás, öcsém. Látszik a rutinos mozdulat. Megy fel a híradóról. Akkor lövök egy normál. Itt van a négyes íj, ez széttart, és azt meg visszapattant. Pont egy magyar nyilván öltem meg egy magyar. Ne. Dehogy nem. Köszönjük, Bence, hogy itt volt. Ria Hungária, kim vagyunk az EB-n. Kim voltunk. Na, nem lehet kilolni. Kapufát lőtt ki. És jó laposan. Kilövöm a tartóját, itt összecsukli. Itt van? Milyen szándékosan rongálsz a szutálon, tudod? Jó. Elviselem azt, hogy fogynak a veszők, de szándékosan rongálnak, azt nem szeretem. Ez jó lett volna. Köszönöm a viszonthallásra, én megyek. Lehet, hogy kipróbálom. Nem akarsz lőni, Piri? Miért nem? Próbáltam már. Ez egy picit rövid. Fel is van véve. Próbálj meg középre állni ott az lőállásban. Igen? Nem úgy, a vonal... figyelj, úgy van, ott középen. És akkor ott ugye el tudsz helyezkedni. Nem fogsz félni tőle, hogy vannak fent a hegyen. Egy picikét húz ki szebben. Jó. Igen, vannak fent a kőnél. De milyen profi módon már berakja, pif, paf, már húzza is. Igen. Csak koncentrálj egy kicsit, Kristóf. Sokáig nem érdemes vele elfáradni. Fölé megy, egy kicsit fölé célhoz inkább. Az. Fölé. Az, jó. Na látod. Hát tudod, én leszek az edződ. Adit néni az előbb eltölte az egyik nyílnak a lábát. Miért kell betenni? Tényleg? Eltört, igen. Ez igen. Na erre mekkora az esély, hogy találd el a lábát, az akkor... Az ne. De így is. Egyszer volt olyan, hogy... 3D? Vagy mi ez? Nyársaltunk előző nap, és a nyársak voltak a lábak. És egyszerűen átment a nyárs lábán. Szóval képzeld, mekkora erő van benne. Ez egy fegyver. Ne menj előrébb már, ne menj előrébb. Ide ülhetsz, rögtön Edith néni mellé, csak ne menj még előrébb, mert már... Na hányat lőtt? Játsszuk a színdalbunkat, váhol, hol puszkán? Itt van. Szóval most azt kell mondani, hogy a bogit... Minél inkább az újbegy végével csinálod, annál kevesebb ideig pörül le az ujjadról az ideg, és akkor jobban abba az irányba megy, amerre tartottad. Mutató és középső új? Tarthatod a gyűrűst is mellé alul. Igen, az a 4 vagy 3, igen. Ne az orrod fele, a füledhez nyújtsd ki az íjat tartó kezed. Úgy van. De ne fordítsd be a csuklód, mert akkor a ideg majd megcsapja. Már hogy ne fordítsd? Így rosszul tartom? Egy picikét várj, egy picit tudom. Tehát
Annyi, hogy így ne fordítsd be, mert akkor megcsapja, hanem így fogd meg, és most nyújtsd ki, amennyire tudod. Úgy van. Várj, ezt is segítek itt neked. Így. Így azt meg húzd ki a fülethez. Igazából az a szép íjász mozdulat, tudod, ami a görög íjázon van, igen. Az pontosan eredményre visz. Fülem, még nem bírom. Ne sokáig célozgass, mert az csak fáradsz vele. Na, a következő már jobb ez lesz. Ez egy nehéz munka. Fülém van. Ez egy piros-fehér-zöld íz. Igen. Ez a lövés még nagyobb is volt, mint kellett volna. Egy laza mozdulat, kihúzod, ráemeled, és már el is engeded. Inkább egy kicsit sréhant, ha tartsd az íjat, akkor... Le akar mozdulni, igen, a kezemről. Azért mondom, tartsd egy kicsit sréhant az íjat. Az, látod, így kell. Na, tessék! Na, mit akarsz még a karikába is? A HP mögé, jó, de tetted a pontot, megvan, itt van, megvan örökítve. Nem azért mondom, de más irányba indult. Ez életed második lövése volt? Na, hogy csináljuk a következő... Utolsó! Úgy csináljuk, hogy egy láthatatlan madzagot oda kötünk, és oda húzzuk. Sokkal egyszerű filmtrükkel is meg oda az oldalok, egyszerű vágásra. Persze, így van. Ez most fölé ment. Ja, köszönöm. A lehetőséget. Szívesen. Oda megy ígérte. Akkor köszönöm. Ezt akartam. Egyet eltalálni a háromból. Piros helyzet. Pont is, de egész jó helyre is lőttök. A magyarokkal eltaláltok. Mindig a piroskával együtt jövök, mikor Zoli bácsi.